Köszöntöm kedves nézőinket, Hírháttér című műsorunkat látják. A mai adás vendége a Lajta Néptánc Együttes művészeti vezetője, Palenik József. Szeretettel köszöntöm, szép jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszöntöm én is a nézőket! Lajta Néptánc Együttes házatáján mindig történik valami, azt hiszem, hogy nincs olyan évszak, amikor éppen ne készülnének valamire ezerrel. Most így az ősz elején, nyáron nem nagyon beszéltünk, nem is voltak stúdió beszélgetéseink, azért megkérdezem, hogy hogyan telt a nyár, mert hogy a nyár sem telt el munkanélkül, hiába voltak itt a gyerekek szüneten, azért csak dolgoztak velük egy keveset. Azt szoktuk viccesen kérdezni a feleségem egymást, hogy volt nyár. Volt nyár. Azt abból veszük észre, hogy volt nyár, hogy táborozunk. Hát Tatán táboroztunk a legnagyobbakkal, készültünk a franciaországi fesztiválra, aztán aratótábort tartottunk a legkisebbeknek, végig követtük a búzának az útját onnantól, hogy kaszával learattuk, és egészen kiszeleltünk, kicsépeltünk mindent, amit kell, magunk csináltuk, sőt, amire biztos vagyok, a fiúk saját maguk készítették a cséphadarot, amivel aztán kicsépelték a búzát, természetesen megőröltük, és az utána meg is sütöttük kenyérnek, és elfogyasztottuk. Akkor szerintem ebből a pár mondatból a nézők már tudják, hogy mi az a plusz, amit a Lajta Néptánc Együttes nyújtani tud, mert hogy azért itt nem csak táncolásról van szó, és arról, hogy a különböző táncokat megtanulják kicsik és nagyok, hanem ennél sokkal többről, mert egy kultúrát vesznek át gyakorlatilag önöktől. Igen, gyakorlatilag, mikor nagyon sokszor mondják, hogy igen, táncos vagy, meg művész. Nem tartom magam művésznek. Én művészettel foglalkozó pedagógus ember vagyok, de inkább a hagyománnyal foglalkozó pedagógus ember, és persze a feleségem is, akivel ketten tanítunk. Az a elsődleges célunk, hogy a hagyományból, elsősorban a táncos hagyomány, de természetesen ami ahhoz kötődik, a háttér, azt megismerjék a gyereket. Ez már régóta így tanítunk, és ez azért jó nekünk, mert a színpadon sokkal-sokkal jobban szerepelnek a gyerekek. Ugye ez a Szentendrére való menés, amikor különböző ünnepeket Szentendrén ünneplünk meg, teljesen más, mondjuk egy panelos gyereknek megünnepelni egy régi házba a karácsonyt, a húsvétot, bármit, és hagyományosan. Most, amikor oda jutunk, hogy el kell táncolni valamit, akkor ő érzi a teret, mert tudja azt a nagy színpadon, hogy abban a kicsi térben, hogy ő igazodott el, akkor most a nagy színpadon mondjuk 10 méterrel több helye van, akkor azt ott meg kell oldania. Egymáshoz való viszonyulást is tanulnak a gyerekek. Igen, tehát sok mindent tanítunk, nem csak a táncot. Azért mindig a felesége nélkül jön ide beszélgetni, de azért a Timit is erőteljesen, meg ezt az egész kapcsolatot erőteljesen meg kell említeni, most eszembe jutott, mert azért ezt egyedül se az egyik, se a másik nem bírná. Tehát ez hogy 0-24-be, évszakról évszakra, hónapról hónapra, meg hát hétről hétre, ugye sok-sok alkalom az, amikor foglalkoznak ezekkel a gyerekekkel, tényleg óvodáskortól, aztán a középiskoláig, egyetemig, azért ezt valakinek, ha nem ugyanebbe dolgozik a párja, szerintem nem biztos, hogy nehéz, bírná. Nehezebb vagy könnyebb, nem tudom, mi 24 órában együtt vagyunk, gyakorlatilag együtt dolgozunk, de nem nagyon szeret nyilatkozni, ez benne van, azért nem nagyon lehet látni őt a tévében. Nem is mondtam, hogy eltitkolja, csak hogy így a kettőnek a kapcsolatára gondolkoztam most, hogy azért az így működik, így a kettős egységben. Teljesen igaz. Talán így. Csak együtt megy. Tehát van, amiben ő erősebb, van, amiben én, és így a kettő összeadódik, akkor megy. Tehát én azt gondolom, hogy aki az együttest ismeri, meg nyomon követte a tevékenységét, látszik az ív, amióta ő itt van, és vezet és segít, hogy mennyivel jobban és olajozottabban megy az együttes. Ez egy nagyon fontos dolog. Így kell megdicsérni egy nőt, vagy megdicsértetni egy nőt, azt hiszem. Hát köszönöm, hogy előhoztad a témát, mert én külön nem beszéltem volna. Nézzük akkor az utánpótlást, ugye azt már mondtam, hogy kicsitől a nagyig. Igen. Mi az, ami egy picinek, tényleg egy óvodás gyereknek azt tudja mondani, hogy hát tök jó ebbe a Lajta Néptánc Együttesbe járni, jó ide tartozni, mit kapnak ezek a nagyon kicsik? Játsszunk velük, sokat játsszunk velük.
Igazából az óvodásainkkal hosszú ideig csak játszunk. Játszunk, mert az óvodáskorú gyerek a hagyományban játszott. De mit játszott? Játszott ugróiskolát, játszott ügyességi játékokat, mindenfélét. Az óvodás az mondjuk még nem métázott, de dobta a labdát. És ezeket a játékokat mi, amit régen játszottak a gyerekek maguktól, mert egymást eltanulták, megtanítjuk. Gyakorlatilag olyan mozgáskultúrát kap, ami felkészíti őt nem csak arra, hogy majd néptáncos legyen, hanem természetesen a való életre is, mert nagyon sok suta gyereket látok. Volt olyan táncosom, aki bejött és elküldhettem volna, és azt mondta, te sose leszel táncos, ma néptánc együttest vezet. És ezeket a kicsiket mi az, ami motiválja még? Mert tudom, hogy ez nagyon-nagyon elcsépelt, de mégiscsak igaz, hogy egy nagyon-nagyon rohanó, egy nagyon felgyorsult világban vannak, amikor most mutatom, ez a divat. Tehát megyünk, és tényleg az egyik kollega mondta, hogy az oszlopot se látja, ding, akkor esetleg észreveszi, ott volt valami. Tehát ugye annyira belenőttek érthető módon egy teljesen más kultúrába, ami tök másról szól, mint arról, hogy métázzon vagy ugróiskolázzon. És mégis izgalmas számukra ez, tehát tud még valamit adni, hogy ott eljátszadoznak gyereki módon, mint hogy a kezében van a kütyű, és ott pörög, és ezer információn egyszerre? Természetes. Itt ilyenkor az a lényeg, hogy zárd be az ajtót. Tehát beviszed a gyereket egy terembe, vagy kvázi elviszem Szentendrén egy parasztházba, és ott nincs tévé, ott nincs semmi kütyű, és a gyerek elkezd gyerek lenni. És nem is pontosan hiányzik. Olyan gyerek kezd lenni, mint én voltam, vagy apám volt. Pontosan ugyanazt kezdi csinálni. Nagyon jó példa, Szentendrén elmentek, úgy kezdődik egy reggelünk, hogy mi felmegyünk felnőttek, elgyújtjuk a tizet. Ugye a kemencébe, a rakott sparhetokba, aztán följönnek a fiatal gyerekek. És egyáltalán meg tudják, mi az a sparhet? Igen, mi nem megyünk átöltözni, mert a tűzgyújtás az még nem viseletben van. Addig ők ott őrzik, ha valami probléma van, szólnak. Már aki őrzi, a nagyobb fiúk közül, de a kicsik is fönt vannak már. És egyszer, nem egyszer, de amikor először történt ez meg, akkor azt mondtam, na itt a bizonyíték, ahol nem kell a kütyű. Lementünk, viseletbe följöttünk, és a fiúk azok másztak föl a gerendákra, a csűrbe, meg mindenhol bújtak be. Mi csináltunk gyerekkorunkban? Tehát nem kellett nekik mondani, mi a játék, ők megtalálták. Ez valahogy jön így alapból. Persze. A génjeinkben még benne van, de most azt mondom, hogy jó pedagógusok segítségével ki lehet ezt ölni a gyerekekből. Számomra baj az, hogy általános iskolákban ezeket a játékokat nem ösztönzik. Én örülnék, és nem rossz indulatból, csak hát eléggé terhet a pedagógus, értem természetesen. Na meg még a szünetben is. De milyen jó lenne a szünetben játszanánk ezeket? Hát az ugróiskolát nagyon szeretjük, és ha most megtanítjuk, szeretik golyózni, szeretnek a gyerekek, mikor elkezdünk golyózni, megvadulnak, versenyeznek, minden benne van, amit meg kell tanulni. A nyerést, a vesztést, a kézügyességet. Ezek mind olyan dolgok, amit tanulni kell ma már, mert valamikor megtanultuk mi játszva az utcán. És gondolom, amikor meg kicsit már nagyobbak, mondjuk ez a 10-12 éves korosztály, jó esetben, hogyha ugye önökhöz kerülnek már kiskorba, akkor már azért nagyon erős kötődésük is van, hiszen ezeket a gyerekeket, akikkel ők évek óta együtt járnak, azért már társként, barátként tekintik, tehát akkor megint csak könnyű őket megfogni, mert azért vissza baráti szellem meg a... Igen, hát gyakorlatilag amióta az együttes, most ugye jövőre leszünk 30 évesek, a 30 év alatt, hát most nem akarok sokat mondani, 5-6 generáció hagyta el az együttest. Azt hittem megszámolja most hány házasság volt. Azt is meg lehetne, de a hosszú ideig tartana megszámolom. De annyi generáció ment ki az együttesből, és azok összetartanak. Van olyan, hogy munkakapcsolatba kerülnek. Tudja, ó, az ott egy számítógépes volt rászól, te figyelj, most rendezem be az irodámat, oké. És már megy is. És tudja, hogy mennyire lehet abban a másikban megbízni. Én nem mondom, hogy húha, mindenkivel meg lehet bízni, mert mindenki olyan, amilyen, de egy biztos. Itt az együttesen belül pontosan tudjuk, hogy mit fogunk kapni a másiktól, ha kérünk valamit.
És aztán jön a kamaszkor, az gondolom egy kicsit nehezebb azért ebből a szempontból is, mert ez a kamaszkor az, amikor, na, amit eddig csináltam, az mint hülyeség volt, mert a szüleim mondták, meg akkor ez kötelező, megveszik, persze nyilván nem az, de, és akkor egy kicsit nehezebb dolguk van itt a csipet csapattal. Igen, és ilyenkor megkérdezi a szülő nagyon liberálisan, hogy akarod-e tovább csinálni? Megkérdezi mondjuk ilyen szép nyári őszön, amikor inkább kint focizna, vagy csavarogna, vagy bármit csinálna. Nem. A gyerek azt mondta, hogy nem. És akkor találkozok a gyerekkel, szia, nem jöttél táncolni? Nem. Jó van. De azért nem áll Jóska bácsi, mert akkor, de kiderült, hogy semmi rossz nem volt, semmi negatív dolog nem ér, csak azt kérdezték, hogy szeretnéd-e. És most kamasz vagyok, akkor nem. Tehát én azt gondolom, hogy a szülőknek is figyelni kell. Én a gyerekeimet úgy nevelem, hogy amit elkezdenek, azt végig kell csinálni. Majd nyáron eldöntheti, hogy megy vagy nem megy. De hál' Istennek az együttes többsége az úgy döntött, hogy jön. Azért maguknál úgy, a két gyereknél nem kérdés, hogy jön vagy megy, ahogy azok mozognak a színpadon. Hát focizik az egyik. De táncol is. Na jó, de hát a focit is engedni kellett valakinek. És akkor kész a kamaszkor, jó esetben azért, akik azt mondták egy-két évig, hogy nem, visszatérnek, ugye? Tehát, hogy... Nagyon sokan szeretnének visszatérni. Az én tapasztalatom az, hogy ha 2-3 évet kihagy, már nem jön vissza, de nagyon sokan visszajönnek egy éven belül. Tehát fél évkor már jönnek, hogy azért mégis inkább jönnének. Hiányzik. Igen, tehát valami a társaság. Azért próbálunk, most közösséget próbálunk adni a gyereknek, amellett, hogy mozgáskultúrát fejlesztünk, adunk egy közösséget. És ebbe a közösségben ő jól érzi magát. Megtalálja a helyét, mert nagyon sokszor nem találják meg az általános iskolai közösségekben a helyüket. Vannak ilyen gyerekek, én is tanítok olyanokat, mert nem csak az együttesben, azon kívül is tanítunk táncot. És van olyan gyerek, aki nem találja a helyét, nem bír veszíteni, szegény. Mindig minden megvolt, egyébként rettentő ügyes gyerek, de nem bír veszíteni. És ezt is meg kell tanítani, hogy tudjál veszíteni. Nem lesz semmi baj, hónap fölkelünk, és majd hónap nyerni fogsz. És valami közös azért van ezekben a gyerekekben biztos, valami, ami a gyökerekből származik, hogyha ennyi éven keresztül így kitartóan együtt hát, tudnak maradni. Igen, igen, gyakorlatilag... Én azt gondolom, hogy a magyar gyerekbe kódolva van a múlt, mindegyikünkbe kódolva van. Tehát nem hiába panaszkodunk mi idősebbek azon, hogy hát miért nyomkodod a kütyüt. De majd mikor ő ugyanilyen idős lesz, ő majd mondja a saját gyerekére, akkor már ki tudja, mi lesz, tehát nem tudom. Én azt gondolom, hogy ez így normális és jól van. Nekik viszont az a feladatuk, hogy megmutatni nekik mindazt, amitől elesnek akkor, hogyha csak ezzel foglalkoznak. Tehát nem szabad hagyni, hogy kórossá váljék ez a dolog, és ezért is csináltuk visszatérve a nyári táborba ezt a aratótábort, mert persze hallottak róla, hogy a kombány azért van, meg malom is van, meg minden, de hogy ez összeálljon a fejükbe, és tudják azt, hogy attól, hogy megsütik a kegyelet valamelyik áruház láncba, azelőtt még mennyi minden van, és hogy ugye az a kenyér ilyen is, meg olyan is lehet. Fontos tudások ezek. Igen. Akkor. Egyébként még a nyáron volt egy másik táborunk, amikor a Bakonyba voltunk, egy nagyon szép helyen, Szentgálon, és az ottani táncokat tanultuk az utánpótlás együttes, az megint egy nagyon, hát eleve szép környezetben voltunk. Megérkeztünk, csak ennyit most, hogyha már a magánélet is egy kicsit begyűrűzött. Megérkeztünk péntek este és szombat, este 8 órakor a táborból, és szombat hajnal 5 órakor elindultunk Franciaországba, 1800 kilométerre Saint-Girons-ba, ahol tényleg igazi világfesztiválon vettünk részt. Botswanai állami népi, az indonéziai állami népi, a kubai állami népi, Igen. És még moldáviai állami népi együttes. Ezen kívül volt úgymond amatőr együttes Lublinnak az együttese, ami főállású 9 zenésszel érkezett, úgyhogy annyira amatőr, amennyire. És még a búriátok is voltak, azok nagyon örültünk, mert ugye ők rokonok. És hát ápoltuk a kapcsolatokat velük, a fiúknak nagyon tetszettek a burját lányok. Tényleg szépek voltak. A jó lehetőség az ismerkedés. Nagyon-nagyon nagy fesztivál volt, tehát pont ebből adódóan egy nagyon kemény színvonalas műsor részei lehettünk, és örültünk, hogy megköszönték a franciák, mondták, hogy nagyon örülök, hogy itt voltunk, tetszett a produkciónk, és tényleg oda valók voltunk el.
Hát sokat dolgoztunk rá, de helytáltunk. És jövőre 30? Igen, jövőre 30 év lesz. Jövő ősszel szeretnénk megünnepelni, az egész évadunk le fog menni. Most, és az, amikor kezdjük a következő évadot, akkor szeretnénk egy ünnepséget tartani. Hát van mit ünnepelni. Hát igen, 30 év az 30 év. 30 év az 30 év. És akkor idén pedig még nyilván karácsonyra várják igen, majd a vendégeket. Igen, lesz karácsonyi műsor. Természetesen szeretnénk táncházat, visszatérünk a táncházakhoz. Szeretnénk táncházat is tartani, mert ott érik össze a különböző generáció. Tehát az egy csodálatos, amikor a felnőtt nagy fiú egy elsős általános iskolás kislány táncoltat, de az még szebb, amikor a másodikas gyerek táncoltatja a kilencedikes leát. És ezek olyan nagyon szép pillanatok, és azt gondoljuk, hogy ez is fontos. És ez mikortól várható? Mikor hát lesznek, októbertől. Beindulnak, és milyen rendszeres? Nem rendszeres lesz, hanem ebben a fél évben kettőt szeretnénk tartani, és tavasszal is kettőt. Hát a hagyományos puha bálunkat meg szeretnénk természetesen tartani. Farsangfarkán, a Húzeumban, ott már úgy néz ki, hogy kialakult a kapcsolat kettő között. Köszönöm szépen. És akkor még tartanak a beiratkozások, jelentkezések, még itt az elején gondolom lehet csatlakozni. Kicsiknek igen, is, még, nagyobbnak még a is? Kicsiknek igen. Nagyobb, már annyira nem, mert azok az fixek. Csapatok már beálltak. De most is jött egy kislány, aki táncolt máshol is beillik a csapatba. Inkább a nagy csoportos hovisok, első-másodikosok, akiket még látunk szívesen, ott még van kapacitás. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm. Hírháttér című műsorunkat látták, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!